Sziasztok! December 4-e van, szombat, és a következő kalendáriumi naphoz érkeztünk, ami december 4-e. Nem tudom, hogy hogy tetszett eddig az előző három videó, remélem megosztottátok minél többen és feliratkoztatok. Na, ez egy MRDC, vagyis Mississippi River Distillerről sokat nem lehet tudni, mert igazából ez egy új brand, 2010 óta létezik, szóval egy elég fiatal lepárló, és két nagyon jó barát fogott össze. Nem olyan messze Magyarországtól, Németországtól szerezték be a rézüstöket, és a whisky mellett gint, vodkát, illetve még más párlatokat is csinálnak. Ez egy 52,5 fokos bourbon whisky, 2 cent, nézzük, hogy mit is tudok nektek róla mondani. Hát elég világos aranyszíne van, nem az a sötétebb. Illetve hú, nem egy szokványos bourbon illat van. Hát ahogy illatra is és ízre is, ez a 52,5 fok, általában nem szokott jönni whiskyknél ennyire, de ennél jön egy kicsit egy ilyen alkoholos íz. De most így, hogy már egy picit megspinningeltem, és így már kicsit több oxigén járja át a viszkit. Jön egy kis vanília, jön egy kis, inkább frissebb illatok vannak, akár egy kicsit ilyen akácos, mint ilyen akác virág illatot éreznék. Ízre jön az a kicsit alkoholos íz az elején, de utána teljesen tiszta, teljesen lágy. Azt mondanám, hogy gyümölcs, kicsit ilyen, mintha ilyen bodzás. Egy nagyon érdekes bourbon, még sosem kóstoltam, de nagyon, nagyon jó. Tényleg kicsit jön egy bodza, kicsit ilyen virágos, és most már illatban is olyan, olyat érzek, szóval ez egy egész jó tétel. Lehet jobban utána fog keresni, és hátra tudok majd szerezni, mert ezt se lehet nagyon beszerezni itt Magyarországon. Az egy nem rossz. 10 pont, 8,5, 9. Szóval a Mississippi River-ről, Distiller Whiskey-ről ennyit sajnos, mert ez nem lesz egy hosszú rész, mivel nincs nagy története, nincs semmi olyan dolog, amit úgy lehetne róla beszélni, egy elég fiatal lepárló, de ha tetszett ez a tartalom is, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kommenteljetek, és holnap érkezik a következő tartalom. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!